A félreértések elkerülése véget lesznek születi rendezvények a városban. Mondta Berlinged Attila, a Babics Kulturális Központ igazgatója, válaszul a Világhálón felröppent hírekre, melyek az idei évre tervezett rendezvény elmaradásáról szóltak. Igaz, nem a szexárdi születi napoknak hívják majd az eseménysort, mert az ilyen néven bejegyzett és fesztiváldíjjal kitüntetett eseménynek olyan követelményei lennének, melyeket a vírus elleni védekezés nem tesz lehetővé. Így tehát egy jellegében megváltozott, elsősorban a szexárdiaknak szóló programot állít össze a Kulturális Központ. Gőzerővel dolgozunk a kollégáimmal és a társ szervezőkkel, rendezőkkel azon, hogy egy méltó, a korábbi években megszokott színvonalú, elképzelhető, hogy egy kicsit csökkentett tartalmú és kisebb területen megvalósuló rendezvény állítsunk össze a szexárdi lakosok részére. Nagyon fontos hívószó lesz az idei évben minden bizonnyal, hogy elsősorban a szexárdiaknak és az itt élőknek szeretnénk érdekes programokat kínálni. Nem változnak a megszokott helyszínek, így a Béla Király tér és a Vármegyeház udvara is teret ad majd a rendezvénynek, mert ezeken a területeken még a mostani szigorú szabályok közepette is biztonsággal lehet rendezvényeket szervezni, mondja Berlinger Attila. Nagyon okos és józan döntés volt az önkormányzat részéről, hogy alakítsuk át az idei rendezvényt, próbáljuk meg végig gondolni azokat a tereket, azokat a lehetőségeket, azokat a partnereket, kulturális fellépőket, résztvevőket, borászokat, vendéglátósokat, akikkel együtt hasonló színvonalon, mint a 2019-ig megszokott években, de mégis egy picikét más jellegű rendezvényt hozzunk össze. A Kulturális Központ munkatársainak július 15-éig kellett tenni a szexádi önkormányzat asztalára azt az elképzelés csomagot, melynek mentén megkívánják majd szervezni Szexádváros emblematikus rendezvényét.